nőnek az át. Sprievodca začal od obecného úradu až k pamätnému stolpu, kde najprv nasledovala recitácia Rebeky Dudášovej, po ktorej starosta obce František Šamšon privítal starostov a zástupcov obcí Združenia Mostu Priateľstva, ako aj zúčastnených. A menet a községháza elől indult a kopjafához, ahol először Dudás Rebeka szavalatát hallhatták a jelenlévők. Őt követte Samson Ferenc polgármester, aki köszöntötte a hídverő társulás községeinek polgármestereit és képviselőit, valamint az egybegyűlteket. Szentséges Istenünk, Úr Jézus szent szíve, békéért esdeklünk, békét adj szívünknek, békét családunknak, békét kis hazánkra a békesség napját, adjál világ békét, Mária szűzanyánk, békét adj szívünknek, békét családunknak, falunknak, békét a világnak. Antoine de Saint-Exupéry, a kislépések művészete. Uram, nem csodákért és látomásokért panaszkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kislépések művészetére. Légy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések, az élet magától adódó ráadásai
amelyek révén növekedünk és érdemünk. Küld el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Ne azt ad nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kislépések művészetére. Vážené dámy, páni, milí priatelia. Srdečne vás všetkých vítam na 14. dni Mostu priateľstva. Nech nás tento deň všetkých spojí. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves barátaim! Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit. A 14. hídverő napon, mely legyen az összetartás, és az egység szimbóluma. Megköszönném Búzavirág énekcsoport bevezető énekét és Dudás Rebeka szavalatát. Felkérem és átadom a szót Szigeti Lászlónak, majd következővel Sipos Józsefnek. Köszönöm szépen! Slávnostne sa prihovoril parlamentný poslanec a bývalý minister školstva Ladislav Szigeti, ktorý vo svojom prihovore zdôraznil, že by sme mali stavať také mosty, ktoré nás spájajú a nie oddelujú. Ünnepi beszédet Szigeti László volt oktatásügyi miniszter, parlamenti képviselő mondott, aki beszédében hangsúlyozta, olyan hidakat kell építenünk, ami összeköt, nem pedig olyat, ami szétválaszt. A hídverő társulás, a hídverő napok az 1989-es politikai változások óta egy olyan jelkép, oly fenomén, melyhez foghatót a regionális együttműködés terén a Duna mentén keveset találunk. Volt az itt élő emberek életében, és ez igaz a Duna mindkét oldalára, egy olyan majdnem 50 esztendős időszak, amikor a társadalmi, politikai, regionális együttműködés terén földrajzilag csak lineárisan, tehát hosszanti irányban, vagy félkörnyi terjedelemben gondolkodhattunk. Mindkét esetben a meghatározó és egyben elválasztó vonal a Duna volt. Az a folyó, melytől Európában csak egy van hatalmasabb, amelyet költők, zeneszerzők, festők, de egyéb más művészek is számtalan alkalommal versbe, zenébe, képbe foglalva dicsőítettek. Az a vén Duna, mely évszázadokon keresztül végigkísérte nemzetünk sorsa alakulását, melyet szerettünk, ha nyugodt tempóban hömpölygött a Fekete-tenger felé, ugyanakkor tiszteltük és tartottunk tőle, egy-egy alkalommal megmutatta, hogy azért a víz az úr. Ez a gyönyörűséges nemzeti és természeti kincsünk lett az az elválasztó vonal, mely a 20. század jelentős korszakában elválasztott családot, közösséget, nemzetet egymástól, mely gátat vetett, s kerékkötője lett a természetes régió természetes és racionális fejlődésének. Tisztelt hölgyeim! Ponyom,